szovjet napok elleni küzdelemben ledölt a Sztálin szobor, leváltották Rákosi Mátyást. Igen, ezekről az eseményekről sokáig nem beszélhettünk, próbálták elfeledtetni velünk. Műsorunkban felelevenítjük, hogy mi is történt 57 évvel ezelőtt Magyarországon. Második világháború után Magyarország a Szovjetunió befolyási övezetébe került, és rövid idő alatt a szovjetek által támogatott kommunisták vették rá az uralmat. Rákosi Mátyás, a kommunisták vezére, mindenki megpróbált bekényszeríteni az új rendszerbe. A parasztokkal elvették a földet, a papokat bebörtönözték, a munkásokat éjjel-nappal dolgoztatták, aki pedig nem állt a sorba, arra börtön vagy kitelepítésben. Mindenki gyűlölt a rendszer, látszott szomban ünnepelnie kellett az elnyomókat. Sztálin, a Szovjetunió diktátora és Rákosi legjobb tanítványa. Megállapodott, megígett, én fejbe vágj. Néha szeret, én. Lehetne szeret, lehetne jó. Nélkülözés, sorban állás. Nélszervezés. Besúgás. Fekete autó. AVH. Rákosi Mátyás. Elnyomás. Fővárosból kitiltva! Okay, a Hordóba! 24 óra lett összecsomagolni, mire kijelent, mert ilyet nem foglalni! Teresim csak beszolgáltatás! 25 oldalas kulát nem okázott! Tiltott hosszágvágásért a tervőrből! Párt és állaveleles bűnökömű, ami a 10 év börtön! Lehet egy ilyen korcshatalom talpa alá öregni. Lehet. Lehet mondani, hogy éljen az áruló éljen. A hóhér. A hóhér éljen. Hát szabad ezt? Lehet. Kik vagytok ti? Kik? Emberek? Zászlóink föl, újabb vacsoránk.
kiborulnak a széles útra, szemem színei kitagadnak, ismét még a verszkész útra. A következő napokban, szerte az országban, újságokban tudták meg az emberek, hogy mi történt a fővárosban. Itt a népszava! Thank you.
Az igazság az volt, hogy a kormány valójában nem volt a helyén. A honvédelmi miniszter, a magyar hadsereg vezetői elrabolták. Így a túlerő pár napon belül felmorzsolta a felkelők ellenállását. A sok véráldozat mégsem volt hiába való. A Szovjetunió összeomlásához az első lökést az 1956-os magyar forradalmára kapták meg. Szürkék az utcák. Novemberben szürkék az emberek. Novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet. Novemberben a farkas réten halottak napi visecselt fogad. Novemberben fehér virággal fedik a sírkot. Novemberben égnek a gyertyák. Kicsinyek, teltek, véznák és hajók. Novemberben földig hajolnak a sötét. Novemberben géppuskák szóltak, tankok tapostak, a föld remegett. Novemberben gyilkoltak, öltek. November telenett. Novemberben itt esküszettek. Gyaláztak törvényt, tiportak jogot. Novemberben vörössel vére a mágia robogott. Novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, börtön kacagott. Novemberben a homlokunkra égettek csillagot. Novemberben sírnak az utcák. Novemberben sírnak az emberek. Novemberben könnyek köszöntik az elesetteket. Áldottak a munkások, itt testükkel harcolták meg az utca harcát, és az ismeretlen szabadságot hívták kiáltva. Értük akadnak a gyárkémények ajtják új zsoltárok, és a házak ablakán mind napsülve az igazság. Áldott légy Budapest! Lerombolt falaiddal, megcsonkított szobraiddal, szentölt hídjaiddal, földes utott tornyaiddal. Áldott légy Budapest! Gyászodban, megkínzatásodban, szivárgó sebeidben, mert csorgó véletlen most a földön gyalázatát. És halottaid nyomában már légy el a szabadság. Köszönjük szépen a figyelmet!